Na jó, kezdjük! Eszed meg a legújabb termékeket! Vadonatúj mintával ellátott Owen McKendry termékek a videósbolt.hu oldalon. Sziasztok, én Owen McKendry vagyok, és itt van velem egy nagyon régi barátom, Tomi. Ciao. És fent vagyok... fent vagyunk az MTA Fent vagyunk az MTA szerveren. Az MTA, tudjátok, CMTA. Már biztos hát ez így nagyon király lesz beszélni, hogy itt az adminok így lépkednek be. Na mindegy, az mondjuk, hogy fent vagyunk, és éjszaka kellős közepe van. És így Tamással úgy döntöttünk, hogy mivel nagyon kezdők vagyunk a játékhoz, ezt azért tudni kell rólunk, hogy két napja játszunk a játékkal, semmit nem tudunk a játékról, annyit tudunk, hogy melózni kell, mint az állat, és pénzre van szükségünk. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy mi most ilyen nagyon... nagyon súnyiba megpróbálunk ATM-et feltörni, ugye pénz automatát, mert szükségünk van zsére, mert nagyon szegények vagyunk, és se autóm nincsen, és hát van egy rossz ladánk, de azt ugye Tomi vette, de az a milicska baj van, úgyhogy nagyon szeretnénk én is BMW-t, vagy nézzétek ezt a fehér autót, nem tudom, hogy ki hagyta ide, ha ilyen autóm lenné, nem hagynám csak itt az út szélén, csak így érted, tehát füstöl minden, meg sem becsülik, nézd meg, hogy milyen autó ez is. És éppen Tamást várom, hogy az akciót elkezdjük. Tamás, tudod, hogy hol vagyok? Itt vagyok a fenti benyakkút melletti temetőnél, jó? Itt foglak megvárni, hogyha készen lesz az akcióra. Jó, ja, jövök ide a felső benzinkúthoz, jó? Jó van, tehát természetesen normálisan betartjuk a szabályokat a szerveren, ugye ezt tudni kell, hogy nem vagyunk se hackerek, meg semmilyen, tehát normálisan játszunk, és mi most egy ilyen dolgot, tehát ez egy tipikus ilyen életforma, hogy nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben vagyunk, és arra döntött, hogy tehát rossz útra térünk, egyszerűen muszáj, mert egyszerűen élnünk kell, tehát enni, inni kell, látjátok, és ez a $10,000, ez nem, úristen, egy telefonhívás. Vajon ki lesz az? Haló? Hello. Ez te vagy, Tomi? Mhm. Uh-huh. Persze, hogy le-RP-z. Itt vagyok. Nem tudom, hogy ott RP-t elmélyt. Itt vagyok a fenti benyakútnál. Nem tudok annyit kiírni, várjál. Benyakútnál. Most éppen Tamással. Mellett. Így van. Pár perc és ott vagyok. Készülök. Na, hívás vége. Megmondtam a csöves létet. Srácok, egyébként a nevem a szerveren az Sepherd, ugyanúgy ahogy a Steamen is. És azért ez a nevem, mert az Owen McKendry foglalt, pedig próbáltam visszaszerezni. Baszd meg. Már bocsánat. A szerveren a nevem, még egyszer mondom, Sepherd. És... hát azért ez a nevem, mert egyszerűen az Owen McKendry foglalt, úgyhogy ha esetleg te is játszol a szerveren és mondjuk szeretnél velünk találkozni, akkor ezen a néven fel tudsz engem venni, vagy esetleg a számomat is megadom úgy, és tudunk itt telefonálni együtt, mint a Tamás, és várjuk Tamást, hogy kezdjük el a szitut. Látom, Tomi, megérkeztél, akkor játsszuk el a szitut. Oké, és tehát tulajdonképpen, aki még nem játszott CMT-választ, azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak a játékkal kapcsolatban. Amolyan életet kell élned, és ezt az életet nem tudod összekötni azzal az életeddel, ami a gép. Tehát el kell következtetni, el kell úgymond választani a két karaktert, hogy én, aki játszok, és a karakterem, aki bent van. És éppen tudom, ha fogjuk megbeszélni a részleteket. Igen, készen állok. Nem érdekelnek a következmények. Belevágunk. Megcsináljuk. Igaz, Tomi? Azaz. Oké, toltam egy kamu hívást, nem reagált rá senki, szerintem alszanak, tehát... reméljük. De azt ugye tudod, hogy ha elkezdjük, akkor beindul a biztonsági rendszer. Rendszerük. Mindegy, egyben írtam, de érthető az. Így van. Tehát így el kell játszani ezt a szerepet, srácok, el kell játszani a szitút. Tehát ilyen, tényleg ilyen másik életet kell úgymond játszanod, és... nagyon sajnálom, hogy eddig nem játszottam ezzel így, mert amúgy tényleg két napja játszunk, igaz, hogy sokat szoktam rage-elni, de amúgy tényleg teljesen szórakoztató. Úgyhogy...
Melyik ATM-re gondoltál? Hát meg, hát az a baj egyébként, hogyha meg is fel is törjük az ATM-et, akkor nekünk el kell menni a gyárba. És ott folytatni a pénzkazetták feltörését. Külvárosi ATM-et akarunk. Jól van, akkor abban biztos sok pénz lesz. Rendben. Jó, hát nem annyira mucsaröcsög én, de azért nem is itt a városháza mellett kéne fölnyomni. Vagy azért nyomjuk jolóba, azt a rendőrség mellett itt nyomjuk föl. Elkezdődni rosszra adja a fejét, így van. Na hát... Mr. Ferramenti autóját láthatjuk ezekben a pillanatokban, srácok. Ez az ő autója, tehát igen, tehát most már értitek, hogy miért van szükségünk pénzre. Megvannak a cuccok, ugye? Igen, vésük a kalapács és flex, ugye? Igen, ezek kellenek. Oké, na vel. Egy sikeres ATM feltörése. De itt az ATM, hova megy? Miért menjünk messzire? Nézed? Mr. Ferramenti. Nagyon aggód. Ezt egy shit-tel fogunk kikötni, de nem érdekel. Szinte biztos amúgy, de ez van. Ezt a maradék pénzemet is el fogják venni, pedig én annyira szeretnék egy autót. Egy jó kis tuning autót, amit tuningolhatok. Vagy ha lenne legalább egy normális állásom, és nem a postakocsival kéne rohadni a városokon. Hogyha mit tudom én, autószerelő lennék, vagy ilyenek, még azt is szívesen csinálnám, és nem lennék rosszul, akkor adom. Én csináljam? Persze. Ah, köszi, jó. Okés. És most átadod. Nem lesz para. 2 perc, és... gazdagok leszünk. Minden megvan nálam. Hát csak a flex. Aha, most csak a flexet adtam, aztán jól van, oké. Tehát itt az ATM, és... De várjál, hogyha jönnek a rendőrök, akkor elfuthatunk? Vagy az már izének fog számítani? Szabálysértésnek. Szerintem elfuthatunk, vagy fingom nincs. Meg kell volna nézni jobban azt a tutoriát. Szerintem elfuthatunk, nem? Nem tudom, nyomjuk. Irányod úgy. Nagyon félek. Ajaj, kezébe a flex, baj lesz ebbű more. De hogy kell? Bal klikkel, elkezded izélni, sok mutatja a lézét. Tényleg? Aha. Na jó van, készen állsz. Várjál. Igen. Most. Vagy soha. Mi van? Mi van? Minimum 13 darab online rendvédelmi szükséges a rabláshoz. Hát akkor ez a videó ennyi lett volna, köszönjük, sziasztok srácok! Kurva élet! Jó van, menjünk vissza a postára. Hát, nincs <angolja. gül>